Mint egy leselejtezett bútorraktár, úgy néz ki ez a kollégiumi szoba a fotók tanúsága szerint Nyíregyházán. A matracok koszosak és régiek, a falvédő is múzeumi darab. Az ágybetéteket tartó állvány rozogának tűnik. A fényképek múlt vasárnap készültek, amikor ezt a szobát jelölték ki néhány diáknak, hogy költözzenek be. Adorján Béla, a Jobbik elnökének fia is köztük van. A politikus a beköltözéskor szembesült a leharcolt állapotokkal, és töltötte fel a fotókat a közösségi oldalára. A kollégium nevelő ezt a szobát osztotta ki a fiamnak és még három tanulótársának. Ha úgy gondolják, hogy az a helyiség alkalmas erre, akkor szeretném tudni, hogy mikor lesz lakható állapotú, mikor fogják kicserélni azokat a berendezéseket, ami egyébként alkalmatlanok a használatra. Komolyan elgondolkodunk, hogy szülői összefogással vásárolunk a gyerekeknek új főmozgatókönyvet. Többségében a műszaki szakképzésekre járó diákok lakják a szállót, ami azért is népszerű, mert nincs kollégiumi díj, csak a menzáért kell fizetni. Kívülről láthatóan már felújították az épületet, azonban a kollégisták ma újabb szobaképeket küldtek nekünk, hogy a helyzet odabent változatlan. Látni, hogy ez az ajtó be van szakadva, a falakon lyukak. Az egyik szülő, akivel beszéltünk, azt mondta, az 579-es szoba kivételnek számít. Itt a fürdőszobát évekkel ezelőtt ugyanis a saját költségén felújíttatta, azóta szerinte ez az egyik legkelendőbb kollégiumi szoba. Be nem mehetett stábunk, így nem tudtuk megnézni, milyen körülmények között szállnak meg itt a tanulók. A fenntartó helyi szakképzési centrumtól azt írták, a kollégium is része annak az idén indult országos fejlesztési programnak, amire 96 milliárdot költ a kormány, ebből lesz pénz a teljes bútorzat cseréjére is.